Eljöttünk ide, hogy egy tanösvényt kiegészítsünk, hogy ehhez a kis Békefaligethez is úton el lehessen jutni, de természetesen csak nagyon kicsit változtattunk a természeten, azért, hogy minden nőjön úgy, ahogy a természet kívánja. Minket is váratlanul ért a felkérés, illetve a kérés ennek az emlékparknak a létrehozására, de egyre inkább, ahogy végig gondoltuk magának a szellemiségét, a mikéntjét, hogy miért akarják ezt a kis emlékparkot ide létrehozni, egyre inkább megtaláltuk a közös pontokat az idők során, ahogy beszélgettem, illetve néztem a YouTube-on Szvámi Csinek a beszédeit, egyre több közös pontot fedeztem fel a mi munkánk, illetve az ő szellemisége között. Valahol ez a kettő összeér. Nálunk a természetvédelemben az, hogy a biológiai sokféleség egy igen fontos szempont. Minél többféle faj van jelen egy helyen, annál inkább önfenntartó egy terület, egy ökológiai rendszer. Mi emberek is sokfélék vagyunk, és minél többfélék legyünk, de ezek a közös összhangot meg lehet találni ugye a békében és a szeretetben. Szeretnénk, hogyha mentől többször el tudnánk látogatni közösen is, de mindenkinek szabad bármikor a nyitvatartás időben eljönni, sőt, ahogy hallottuk, ha egy csoportot alkotunk, akkor az év bármely szakába fel tudunk jönni ide, és megemlékezni erről a fantasztikus eseményről, hogy Szvámi Zsit Budapest közepén fákat ültetett a békéért.